Jó estét kívánok, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Férfiak Klubja, a Korlátlan Felelősségű Társaság. Nagyon sokat gondolkodtam én is, hogy vajon milyen műsor ez, amit én itt csinálok, hiszen rengeteg nagyon mély témát hozunk föl, és nagyon köszönöm a Fárkó Daninak, hogy az egyik reggeli műsorban elkeresztelte, megadta a műsornak a műfaját. Azt mondta, hogy ez ugye ez egy mentorműsor, műsor, ugyanis nagyon-nagyon sok hatás ért bennünket az elmúlt száz évben, olyan hatás, ami az elmúlt több ezer évben nem, és ezek a hatások különbözőképpen hatottak a férfiakra és a nőkre. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a felelősségünket keressük, kézbe akarjuk venni az életünket, akkor ezeket nagyon mélyről most föl kell hoznunk és tisztán szembe kell néznünk ezekkel a dolgokkal. A mai témánk is ez, ugye, tehát arról fogunk ma beszélni, hogy hová tűntek a férfiak. És ez a kérdés nagyon érdekes, mert melbevág ez a kérdés, hogy egyáltalán tényleg releváns ez a kérdés, mert itt vagyunk, tehát darabra meg vagyunk, de vajon akkor miért hiányolnak, hol vagyunk, hogy hol nem vagyunk? Egy következő műsorban fogunk arról beszélni, hogy honnan tűntünk el, milyen feladat körökből tűntünk el, de először beszélünk arról, hogy hová tűntek a férfiak. És mikor a férfiakról beszélünk, akkor a nőkről is beszélünk, mert ez a kettő nagyon mélyen összefügg. Tehát a nőknek is javaslom, hogy kapcsolódjanak hozzánk, és együtt tárjuk fel ezeket a problémákat, és együtt is járjunk a végére. Együtt kell megoldásra jutnunk, és én azt gondolom, hogy ennek a műsornak a követői, remélem, hogy egy közösségé is fognak alakulni, mert Gandhi szavaival élve ugye azt kell tennünk, amit ő mondott, legyünk mi a változás, amit látni akarunk a világban. És most lássuk, hogy hogyan vélekedik az utca ember erről a kérdésről, hogy hová tűntek a férfiak. Hát igazából anyucinál laknak szerintem még mindig. Ez itt a nagy probléma, anyahotel. hotel. Lehet, hogy elnői esednek. Nagyon a nők nagyon férfiasodtak, és így aztán kicsit kis lejjebb kerültek a férfiak, és ezt azért nehezen viselik szerintem is tulajdonképpen tényleg nincs az, hogy, hogy, a férfi az a férfi. Halljuk a kérdés, hogy, hogy hová tűntek a férfiak, és gyorsan az alapokat szeretném elmondani, hogy miért látjuk azt, hogy eltűntek a férfiak. Ugye először is kikerültünk a családokból. A 65-70 százalék a szétesült családok aránya. Ez azt jelenti, hogy 50%-a nagyjából elválik azoknak, akik összeházasodnak, de akik élettársi kapcsolatban vannak és nincsenek benne a házassági statisztikában, azokkal együtt ez már 65-70%, nagyon sok családból kikerülnek a férfiak. Maradék férfiak rengeteget dolgoznak. Tehát a jelenlétükkel van probléma, hogy otthon egyáltalán töltenek-e bármennyi időt. Nyilván a jelenlétük minősége egy másik kérdés lesz. A férfiak elhagyták a pedagógus pályát is. Tehát ameddig korábban nagyon erősen dominálták el, majd fogunk beszélni a műsor vendégeivel később magát, a pedagógus pályát, nincsenek ott. És ezért a gyerekek sem otthon, sem a iskolákban nem találkoznak férfi példaképpel, és ez hihetetlen problémát okoz. Tehát mi is csináltunk egy felmérést a Férfiak Klubja szervezetben, ahol 8000 nő válaszolt erre a kérdésre, és másikat 8000 férfival, és megkérdeztük, hogy honnan veszik a férfi mintát, és az derült ki, hogy a férfi mintát a magazinokból és a filmekből veszik. Gondoljunk bele, hogy a nőknek nincs ahonnan apa hiány, nem látnak élő férfit, nem tudják, hogy hogy él a saját élőhelyén, és mit eszik, és hogyan viselkedik a cibályák a bajuszán. Tehát ők a magazinokból és a férfi a filmekből szedik össze morzsánként, önkéntelenül, tehát nem megáltalkodottságból, ez, ez, ez marad a tudat alattiukba. A fiúk meg rettegnek férfi, mint a hiány, és ezt a két, a rettegő fiúkat, hogy nem tudják, hogy mit kellene csinálni, össze kellene valahogy párosítani a magas elvárású nőkkel, mert ők filmszerű elvárásokkal rendelkeznek. Beszéljünk egy picit ezekről, hogy hová tűntek a férfiak, hová, hogyan uh, ugye vonultak ki, illetve nem is önszántukból. A mai Mastermind vendégeit hagy mutassam be. Nagyon örülök, hogy vendégként köszönhetem, köszönhetem eh, Német Loizit, a Bikini együttes alapítóját és Máté Péter díjas dalszerzőt, egy legendát. Köszönöm a meghívást! Varga Ákost, aki uh, már megszokott vendégünk itt, aki egy, leg, egy egyik nagy étteremnek a vezető Szoméliéje. Itt a generációkat próbáljuk ötvözni, hogy mindannyiunk véleményét valahogy hozzuk be ebbe a dologba. Uh, Halljátok-e ti ezt a kérdést, hogy eltűntek a férfiak? Hová tűntek a férfiak? Hát szerintem azért, hogy 50 évet előre szaladtál ezzel a kérdéssel, mert még itt vagyunk egy páran, és a edzőtermek tele vannak férfiakkal, és az önvédelmi sportklubok tele vannak férfiakkal, ugye a boxtermek, mondjuk ez egy része, tehát a sportoló része, és tele vannak férfiakkal az éjszakai szórakozó helyek is. Csak egy kicsit én azért gondoltam, hogy előre szaladtam, mert valószínűleg ez egy jövőkép, ami hogy eltűnnek a férfiak, mert még nem tűntek el, de nagyon úgy nézem, hogy el fognak tűnni, hogyha ez az út marad, hogy megváltozik a divat, és hogy a divat is női esedik, és női, női ruhákat vesznek a magukra a férfiak, mert mit vennél más, hogyha női ruhákat szabnak a ruhagyárak, mintha ezt megtervezné az a kis százalék, aki azt szeretné, hogyha a férfiakból nők lennének. Úgyhogy, Valószínűleg ez is közrejátszik ahhoz, hogy majd a férfiak, nem vigyáznak, valóban el fognak tűnni, de szerintem itt vagyunk, és ahol nem vagyunk ott, annak megvan az oka, hogy miért nem vagyunk ott. Ezek a vállások például, a munkahelyi katasztrófák, az utcára kerülés, a pénzügyi traumák, de hát ezt lehet orvosolni. Tehát az, az a véleményem, hogy egy olyan problémáról beszélünk, ami még orvosolható, és majd beszéljünk arról, hogy hogyan orvosolható. És hát remélem azért vagyunk itt, hogy orvosoljuk, mert azt gondolom, hogy Kelet-Európában mi még jobb helyzetben vagyunk, mint a nyugat-európaiak, mert itt a romlás később következett be. Itt még élnek ezek a generációk, például még én is olyan vagyok, aki még láttam ilyen férfit, és ezért érdekes a kapcsolódás, ugye például az Ákos generációhoz, hogy vajon ugye darabra kell -e meglegyünk, vagy karakterbe kell meglegyünk. Ugye, hogy a karakter hiányzik-e például a szórakozó helyeken, topzódó férfiak esetében, ugye mit, mit lehet látni? Szerintem egy edukálódási probléma van. Mert nekem az a véleményem erről, hogy, hogy mondjuk egy iskolában erről beszélni kéne. A bármilyen, bármilyen szinten. Beszélni kéne arról, hogy mit kell, hogyan mi lehet a mintakép, hogyan kell viselkedni, amiket még egyszer korábbi műsorban is beszéltünk, hogy szerintem az nagyon fontos lenne, hogy egy iskola bármilyen szinten megtanítaná azt, hogy neked hogyan kell viselkedned egy egy helyen hogyan kell ülnöd, hogyan kell állnod, hogyan beszéljen, hogyan hangsúlyozzál, hogyan viselkedj egy nővel, mik a, az etikai szabályok, mik a protokoll szabályok. Tehát ö, szerintem ez nagyon nagy hiányosság. A, 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 és itt már az ember nem is tudja, hogy akkor most mit is kéne néznem, mi hova tűntünk, mi, mi kik tűntek el, hiszen itt vagyunk, és nem tudom, hogy, hogy most mit kell tennem, hiszen senki nem mondja meg. És amit látok a közösségi médiából, amit látok a tévéből, vagy Hollywoodból, vagy ugye a filmekre, amiket mondtál, az meg egy teljesen torz világkép. Tehát, tehát akkor most melyik ujjamat harapjam meg? Ugye rengeteg fiatal férfi nekünk, hogy tényleg nem tudják azt, hogy a villanykapcsoló az egy ilyen hmm. probléma. Tehát félelemmel vegyes tisztelettel nézik, és megvárják, míg egy nő leszereli és megjavítja, visszaállítja, mert ők nem tudják, hogy mi az. És a nők, ugye amikor ilyen barkácsboltok, ilyen felkészítéseket szerveznek, hogy a barkácsboltba el lehet menni zárás után, is meg lehet tanulni burkolatot lerakni, akkor ott 90%-on nő megy el burkolatot lerakni, megtanulni, és ott ne is rakják. És hogy ugye neked Pannonhalmán azért voltak erre tapasztalatait, hogy ott szombatonként volt egy valamiféle kiegészítő képzés, amiről te beszélsz, hogy, hogy elkezdtek azért erről beszélni az iskolában is. Igen, meg voltak ilyen rekollekciók, Ilyen kollekciós beszélgetések voltak, hogy azért itt próbálták az embereket arra tanítani ebben az iskolában, tehát talán egyedülálló módon, hogy hogyan viszonyuljanak embertársaikhoz, és hogyan például ilyen főző tanfolyamok is voltak, hogy össze tudjál magadnak legalább egy, egy rántot. Egy férfi, tehát, igen, igen. nem lesz kiszolgáltatva sőt, senkinek. Sőt, nem. imádják a nők, amikor a férfi főz, tehát ezt, ezt, ezt bárki aláírhatja, hogy tehát én, amikor a feleségemnek valamit összedobok, azt talán megeszi, akkor, akkor, akkor ő nagyon-nagyon hálás tud nekem lenni, hogy leveszem róla a terhet, hogy, hogy én próbálok neki alkotni valamit. De egy nyakkendő megkötése, egy illemszabály ugye, bevezetése, nagyon érdekes, hogy már az iskolákban próbálják pótolni a családokat, tehát a családok időben olyan kevésé tudják ellátni a feladatokat, és abból végképp hiányoznak a férfiak, hogy próbálkoznak az iskolák az a családi életre való nevelés. Nagyon jó egyébként, hogy ezt a témát Ákos felhozta, és te is most ezt mondod, hogy az oktatás meg az iskola. De ha még előbbre megyünk az óvodákig, képzeld el, hogy milyen férfiak lesznek a következő évtizedekben, ha a genderszak tényleg teret kap, és a gyermekek azon fognak tanakodni, hogy én nem akarok hercegnő lenni, inkább fiú szeretnék lenni, inkább keresztes lovag. És átműtetik magukat, mint ahogy Angliában, nem tudom, hány száz szülő vitte a gyerekét átműtetni, szégyeljék magukat egyébként, hogy itt tart a világ. És hogyha itt tart a világ, és bekerül az óvodába, az oktatásba ez a fajta szemlélet, akkor nagyon nagy a baj. És ez az, abban maximális ingon az hogy a nyugat, az e tekintetben előttünk jár jóval, és mi, akik a kommunizmusban öltünk föl, más szemléletek szerint építettük az életünket, és máshogy néztünk a világra, és a mai napig mi, a mi generációm máshogy látja a világot. Mi kifizettük a számlát, ahhoz, hogy férfiak lehessünk, és nem engedünk belőle. De akik beleesnek egy ilyenbe, és nekik természetes lesz már a bölcsődében, meg az óvodában, hogy anyuka, én apuka akarok lenni, és a többi, és akkor tényleg nagy a baj. Szóval a másik pedig az, hogy valóban a családokban azt látjuk, hogy egyre több a vállás, és a vállás az azt okoz, hogy a férfi hetente vagy két hetente egyszer látja a gyerekét. Az meg milyen apa példa, hogy elviszed az állatkertbe, vagy mit tudom én -e, valahova, valami játszóparkba, és három óra után leadod vissza az a családnak. Itt a, a Meseország mindenki ugye kérdéskörrel azért érdemes egy pillanatot foglalkozni azért, mert a magyar népmese, a, a zöme, a népmeség zöme fi, fiúkról szól, arról szól, hogy a legkisebbik fiú, a legnagyobbik fiú elindul otthonról, átvág a sűrű erdőn, szövetségeket köt, megpróbáltatásokon esik át, megtudja, hogy ő kicsoda, tehát megszerzi a magabiztosságát, végsősorban ez egy férfi beavatási és egy férfi kötelességvállalási mese, mindegyik magyar népmese, és a végén megtalálja a nőt, és kiáll mellette, és azért tudja a mese lezárni azzal, hogy és boldogan éltek, még meg nem haltak, mert, mert a férfi elköteleződése egyértelmű volt, a nőt meg ugye stabilizálja általában a gyerek. Az az érdekes, hogy azért szól a magyar népmese legtöbbször a fiúkról, hogy a fiúkat húzza föl arra, hogy nekik majd családi felelősséget kell vállalni, és azért is szól majdnem kizárólag a fiúkról, mert a lányoknak is azt kellett mesélni, hogy csak ilyen fiút engedhetsz magadhoz közel. Aki nem felel meg ennek, azt ne enged magadhoz közel, mert ez súlyos katasztrófa lesz, hiszen te majd gyereket szülsz, és akkor ki leszel? Ugye a te, te, te pályád egyértelműsödik, ha a gyerek megszületik, másnap is enni kell adni, másnap is iszterruhát kell adni. Tehát érezzük -e azt, hogy az, hogy valakiben vágyat keltsünk valamiféle férfi létre, egy felelősségvállaló férfivá válni, vagy egy nőben arra, hogy én egy ilyen férfit szeretnék magam mellett, hogy az mennyire fontos, és mennyire nem mindegy, hogy a mesékkel mennyire zavarjuk össze ezt, hogy ez érződik? hogy a legfontosabb ma, ezen a területen, ahol most tartunk, hogy úgy tudod férfivá nevelni, ha már kicsi korában elkezded sportoltatni. Mert a sport kiveszi őket a narkóból, az italozásból és abból a önfelett szórakozásból, amiben egyébként belesodródik, ha nincs lekötve a nap 24 órája, iskola, utána sport, haza, család és utána tanulás és lefekszik. A sport menti meg az ifjúságot attól, hogy elzűjön és elveszen. Tehát a férfiak, hogy ne vesszenek-e mindenkinek kötelezővé tenném a sportot, az, hogy minden nap van tornaóra, okay, rendben van most már ugye az iskolákban, ahol tehetik minden van, de az kevés. Tehát az a tornaóra, hogy körbefutjuk a, a tantermet ötször vagy tízszer, meg az nagyon kevés. Én az önvédelmi sportot kötelezővé tenném minden egyes iskola, mint ahogy Japánban is van. Onnét férfiak kerülnek ki, komoly férfiak, nem kögyöljék egymás megüsség, de a kiállásuk meg a terhelhetőségük tízszeres vagy húszszoros azzal szembe, aki nem sportol. Azért örülök Lózi annak, amit mondasz, mert valójában az egész mentor műsor, amit itt végzünk, arra keres választ, hogy a, a, a városban milyen megoldások vannak. Mert régebben a falu kötelezte arra, hogy megerősödjön egy fiú. Mert minden nap kellett lovat befogni, minden minden évben volt disznóvágás, minden mezőre nap kellett ki kellett lenni, lenni. Mezőre. De ma már a városban ilyen nincs. És a sport például egy szervezet tudatosan akart. A dolog. Ugye két kérdésem is van hozzá, de egyrészt az előző kérdéshez hoz. Mi, mi a te generációdnak a hozzáállása magához, a, 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 az, hogy a gyerekeket érdemes ezzel a gender témával érzékenyíteni, vagy ezt később kellene? Pont keteni. ezt akartam kérd, Illetve A sporthoz is, hogy van -e ennek egy városi szervezet módja annak, hogy kezdjünk megerősödni? Az első kérdése, pont már mi miatt szerettem így volna reflektálni. Tehát mi, szerintem az én korosztályomat is mélységesen feláborítja ez a dolog. Tehát az, hogy. Teljes mértékben bárhonnan nézünk, bármilyen oldalból fröcsögelsz, hogy nem érdekes, hogy te minek születtél, az a lényeg, hogy te lelkileg milyen vagy. És még valamilyen szinten, tehát annyira kapod ezt a ezeket az ingereket, hogy valahol így bele is tudsz, bele is tudsz érezni, hogy igen, hát ő férfi testbe született nő, és akkor át kell. És az az igazság, hogy minden, hogyha megnézzük minden Hollywoodi filmnek, biztos, hogy van bennem meleg. Biztos, hogy van benne olyan valami transznemű főleg a mostaniakat, tehát most ugye az Oscar is ugye kihelyezte, hogy négy éven belül ugye most már csak az kaphat Oscar díjat legjobb film kategóriában, akinek ilyen és ilyen és ilyen, tehát főszereplői vannak. Igen, így. meg, igen meg hogy még a stábtagok között is mennyi ilyen elnyomott, vagy nem is tudom, hogy mi a, a jó kifejezés erre, egy ilyen elnyomott kisebbségi társaságnak a részének kell lenni, és föl van sorolva, hát én ezt mondtam, én ezt kérdeztem a feleségemtől, elnézést kérek, ezt várják el, meg hogy legyen ugye ö, ö, fekete ö, benne, aminek semmi gond nincsen, ezzel senkinek semmi gondja nincsen. De mi, elnézést, mi a rasszizmus? Az, hogy ezt leírod, hogy ennek is ennek is ennek lennie kell, ne legyen fehér már benne, vagy az benne, az benne a jó, hogy hogy, hogy ezeket így, így felkaroljuk. A másik dolog a sport. A sport szerintem mindig, amit mindig fegyelmet ad, önbizalmat ö, tud adni, mert hogyha valamit jól teljesítesz a sportban, akkor az, ö, az fantasztikusan tud érezni, akkor könnyebben oda mész egy hölgyhöz meg, megismerkedni, vagy elkérni a telefonszámad, vagy elhívni, randizni. Na, hát a, a két méteres ö, magas ugrást is megcsináltam, akkor mi az, hogy nem tudok oda menni egy hölgyhöz? Ö, és rendszert hoz az életünkbe. Tehát, amit a Loizi is mondott, fölkelek reggel 6-kor, elmegyek az úszodába, tegyük fel, csak most mondok valamit, utána elmegyek, elvégzem a feladatomat. Megküzdöm a saját határaimat mm, így újra van. meg újra. Így van, és akkor utána, ha most mondjuk úszó vagy, ha meg mondjuk, nem tudom, karatéra jársz, akkor figyelni kell a mesternek a, a minden lélegzetvételét, és, és az is egy fegyelmet, önfegyelmet ad, és a kiállásod is javul, a testtartásod, az önbizalmad. Azért, hogy lezárjuk ezt a, a ország mindenki a kérdést, ugye nem ez volt a műsornak a, a, fő témája, de nagyon kapcsolódik a miénkhez. Ugyanis a világ boldogtalanságát, ha összeadjuk, akkor annak a boldogtalanságnak a legnagyobb része abból áll, hogy a férfiak nőt keresnek, a nőt, nők férfit keresnek. Illetve a nők önmagukat keresik, hogy mi is az, hogy nő, a férfi az, hogy mi is az, hogy férfi. És a 90%-a boldogtalanságnak ebből adódik, nem a szakmai kérdésekből, nem a munkahelyi kérdésekből, mindent megoldanak ott azon a területen, általában magánéleti sikertelenségben van. Tehát akik összezavarják egészen pici korban azt, hogy a többség egymásra tudjon lelni, a többség kapcsolódás képesség legyen, a többségnek a saját identitása meg tudjon erősödni, az egyszerűen bűncselekményt követően, mert a többséget zavarja olyan mértékig össze, eleve óriási a probléma, de most még ez tovább fokozódik, ugye. Szeretnék, és így, így, kapcsolódik a férfi ügyhöz is, tehát hogy a fiúkban vágyat kellett mindig kelteni, hogy ők valamiféle férfi ideának meg akarjanak felelni, mert hosszú volt az út. Azt nem lehet ilyen tablettásan bevenni, 28 éves korba észbe kapok és 30 éves koromig férfivá válok, hanem hosszú-hosszú ideig kellett követni olyan ideákat, mint amilyenek a klasszikus regényekben. Jó, ha van egy apa, ugye nyilván egy apa, egy nagyapa, van egy tágabb minta, vannak a regények, vannak a színházi szereplők, vannak olyan szereplők, akivel nem akarsz azonosulni, tehát az, az aki egyáltalán nem, is ez mind-mind tud gyűlni. A férfi pedagógus hol helyezkedik el ebben? Hát el is mondtam, mindent majdnem. nem. gyakorlatilag <sells> a választ is elmondtad, amit kérdeztél, benne volt. A férfi ideáknak a halmaza a kicsi gyermekben hogy fogalmazódik meg? És hát mondjuk nekem az apám volt a példaképem, mert háborús hős volt, végigcsinált a második világháborút, és mesélt is róla. És fantasztikus, hogy milyen karakter, tehát milyen jellem tud lenni egy ember, aki lehetett volna a Malév vezérigazgatója, és azt mondta, hogy nem lépek be azok közé, akik a bajtársaimra lőttek, mert be kellett volna lépni a pártba, ugye? És hát ilyen hangulatban nőttem föl. Tehát nekem ez meghatározta a karakteremet, meg az, hogy a Donkanyartól Szalszburgig kergette az oroszok. Képzeld, -e, milyen férfiak voltak ezek? Te mínusz 30 fokban gyalogoltak a szibériai pusztákon, érted, és ott fagytak meg, hogy percre megálltál, megfagytak, és haza tudott jönni. És a családjéért jött haza, mehetett volna Angliába, mert nagyon gyönyörű szobrász volt, faragott szobrokat, és mondták az angolok, hogy gyereké Londonba, és gyönyörű életed lesz, és nem azért jött be a családjét szabad. Szóval ezek a jó példák, és ezt, ezt mindenkinek javaslom, hogy figyelje ezeket a példákat. A hogy saját az... családjába vagy máshonnan téged bizserget ez, vagy mondjuk az, hogy téged, meg a te generáció, Hogyan látod a többieket is a te generációt? Hát én amikor ilyet hallok, mint amit a Loizi mondott, tehát én kiborsózok, tehát én nagyon, nagyon érzékeny lelkű vagyok ilyen szempontból, mert ez olyan jó hallani tudod, amikor mindig bele akarsz illeszkedni ebbe a történetbe, de jó lenne, hogyha neked is így lett volna. Már nekem így volt, mert nekem a nagypapám az az én hősöm volt, pedig szerelő volt, szerelő volt, de ő meg, <coughs> ő meg olyan, öm, olyan sok segítséget adott nekem az élet minden területén, hogy azt nem tudom neki megköszönni, és az az a példa, az az őszinte feltétel nélküli szeretet, amivel az egész családot, anyukámat, engem és a nagymamámat becsben tartott, és ellátott, és tudom, amit mindig eszembe jut, amikor mondtad egyszer, hogy ugye mint egy igás állat tudod, akkor, akkor tényleg ő reggel ötkor, nem is találkoztam vele, este hatkor hazaért, és evett, és lement. Bele állt a feladat. Így van, mindenben. Igen. Tehát elképesztő. Tehát az is csodálattal Tehát ő minden nap, vagy minden héten háború, vagy mi az, és akkor ez a minden nap háború megvolt, meg volt, ő minden nap beleállt a csatába. Nekem ez az inspiráló. De amikor ilyen történetek halok amint a Lózi mond, az is. Úgyhogy, úgyhogy Nagyon örülök, hogy tudtunk ezekről a dolgokról beszélni. És szeretnék egy kis felmentést is adni a mai férfiaknak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hová tűntek a férfiak, és hogy tényleg a vállások miatt, a túl sok munka miatt kiesünk a családokból, az örök, nem tudnak öröklődni a mi értékeink, akkor azt tudnunk kell hogy ez lassan fordult elő velünk, tehát nem mi konkrétan vagyunk a hibások, hanem néhány generáció alatt a városiasodással csúszott el ez odáig, hogy ez így előfordult velünk. Most az idő, hogy észbe kell kapnunk és rá kell jönnünk, hogy vissza kell térnünk a jövőépítésbe. építésbe. Egy következő műsorban lesz először, hogy hová kell nekünk visszatérni, mi az, hogy a jövő építése, milyen dolgunk van nekünk most, és örülök, hogy erről beszélünk, mert így Kősziklára tudjuk építeni a jövőnket, akkor, ha ezeket a változásokat meg tudjuk lépni. De ahhoz először kell egy gondolat, utána kell egy cselekvés. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ma velünk voltatok, és szeretném, hogyha követnék a műsor további részét, mert ott a válvetverés következik, ahol nagyon kemény kérdéseket fogok kapni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást.